ezt az új csalit. Milyen az, amikor a Chartreuse találkozik a piros farokkal. Chartreuse, Chartreuse, úristen, ma majdnem angolosodok. Nehogy is, Chartreuse, Chartreuse, Chartreuse. Csak kimondom. Ez a baj, egyszer elkezdem ezt a nagy angol kiejtéseket, utána meg elvárás lesz mindenki részéről. Do you speak English? Ezt meg abszolút nem akarom, mert utána nincs megállás. Így meg megszoktátok, hogy nem tudom jól kimejteni, és akkor... Na, jól mozog. És akkor nincs elvárás. Utána nyúlt. Kicsit más mozgással, megpróbálom stop and go-val. Hopp, megint. Kíváncsi vagyok, ki kísérje. Opa! Ez hogy nem akadt meg? Érdekes. Opare, szétetötte. Jó, itt vannak. Nem tudom, mi lehet az. Meg is vagyok. Miért oda koppantott? Hoppá! Süci, leállalta. Hoppáré! Oké, meg is vagyok. Leállalta szépen. Hoppáré! Nagy kunsági süci. Hoppá! Na, meg is van. Sücike, hát a jigfejet nem sikerült kiszabadítanom a hálóból, de inkább előtte visszaengedem, aztán majd poénkodok még vele, szórakozok, hadd menjen. Hoppáré, és már megy is végig itt az alján. Jó kapása volt, előtte is már volt, hogy megrágdosta, mondtam is, hogy hopp, itt vannak, és látszott rajta, hogy túlságosan nagy táplálkozási szakaszában nincs a hal, viszont hát nem tetszik neki, hogy ott van a környékén a csali. Le is állalta. Jó van. Ez meg kiszabadult, mehet vissza. Itt a hármas Easy Shiner, a zöldfogós. Na, így ismeritek sokan. Webshopon is fent van. Nincs ebbe hal.hu-n.
Ha tudjátok, hogy hívjuk egymást a videókba, akkor kuponkódként még 10% kedvezmény is jár a vásárlásotok végén. Ennyi reklám elég is a mai adásban. Na, te ahol egy volt, ott lehet, hogy van több is, majd mindjárt kiderül. Viszont ha süllők, akkor máshogy is fogom vezetni neki. Kicsit pecögtettem spicből. Hát igen, esik az eső, lehet hang már nincs a kamerám, mert azt hiszi a kamera, hogy víz alatt vagyunk. De rég fogtam már süllőt a nagykunságiból. Nem az a legtorkozós kapása volt neki, de hát erről legalább annyira tehetek én, mint ő. A csali viszont működött, mert az érdeklődését felkeltette. Az ingert kiváltotta belőle, csak nem a táplálkozási, hanem a területvédő itt. Úgyhogy ebből a szempontból nem volt hiány. Nem tudom, melyikünk lepődhetett meg amúgy jobban, ő vagy én, amikor ő, amikor megakadt, vagy én, amikor megakadt, hogy hal van a horgon. Múltkorában voltunk a srácokkal, nem ezen a szakaszon, hanem egy másikon. És végigjártuk ott azt a részt, de hát egyetlen egy látott halon, meg egy megakadt csukán, ami kirázta a száját a horogból. Jó pár óra hossza alatt nem sikerült semmit fognunk, vagy felmutatnunk érdembe. Hát videó az készült, de hal az nincs benne, úgyhogy így nem lett feltöltés. Itt ez a sáv, ez a meder közelése, op, körülbelül ott. Mintha megint megcincelszolta volna, megütötte volna a farkát neki. Nem látom így feltartva, az abba, így jobban látom a damilt. Az előbb se volt valami nagyon nagy kapása neki. Meg is vagyok. Hoppá! Baszd meg, kirepült a csuka! Azt a kurva eget! Ne ragudjál már rám! Hallod? Ne ragudjál már rám! Nem így akartam. Itt van. Itt a hal. Hát... Isten áldjon! Most erre mit mondjuk? Jaj. Na jó, meg is vagyok. Itt jön utána a csuka. Tír kirepül. Jaj, hát ez egy nagyon jó peca.
zegénkének a tömege nem nagyon állt ellen a bevágásnak. Jaj, Isten. Hoppá.